Egy hónappal ezelőtt Budapesten a külgazdasági és külügyminisztérium épületében jelentették be, hogy a dél-koreai W. Scope nyíregyházán épít gyárat. A cég csak nem 300 milliárd forintot investál a beruházásba. Kovács Ferenc polgármester 35 perc című műsorunkban elmondta, a gazdasági környezet és a piaci helyzet miatt döntött a Szabolcsi megyeszékhely mellett a távol keleti vállalat, amely több ország több városát feltérképezte az elmúlt egy évben. És én nagyon örülök, hogy végül egyházát választották. Ez egy nagyon komoly világcég Japán tulajdonú háttérrel, és egy megkerülhetetlen beszállító, az elektromos akkumulátorok készítéséhez. Ez minden területen, tehát legnagyobb rész most ugye mindig a személygépkocsikra gondolunk, vagy a járműiparra, de más területen is érvényesül. A egyik fő partnere vevő a Samsung lesz, amely ugye Gödön épít egy nagy gyárat. És a, a megközelítés, a mentalitás, a, a, a kultúráltság, tehát több olyan dimenzió volt ennek, amikor azt gondolom, hogy kölcsönösen éreztük, hogy ez egy jó partnerség lehet, és hát végül e, sikeres is volt a tárgyalás. A délkorai cég elektromos autók akkumulátorához gyárt majd szeparátor fóliát üzemében. Megrendelői pedig elsősorban nyugat-európai és skandináv országokból kerülnek ki. A vállalatnak ez lesz az első üzeme a kontinensen, és első beruházónak számít a nemrég több mint 300 hektára a bővített déli ipari parkban. A területen már elkezdődtek a földmunkák, a látványos építkezés ősszel veszi kezdetét, a termelés pedig 2024-ben indul el a tervek szerint. A gyár 1200 új munkahelyet jelent. Már most gyakorlatilag vettek fel szakembereket, most még csak ami a, a az építkezéshez kell, és azt gondolom, hogy ezt akár évvégéig vagy jövő év elején már ki fogják terjeszteni. Az első ütem az 500 fővel indul, de ugye itt, itt a, itt a világpiac, a piaci helyzet mindig közbeszól, Ez lehet, hogy egy fél év múlva ez nem így lesz, és és hát ez már most jelent nem csak Nyíregyházának, hanem az egész megyének, a térségnek lehetőséget, új piacokat, a, akár az egyéni vállalkozóknak, kis középvállalkozóknak. Most első körben már jelentett a azoknak, akiktől kibéreltek lakásokat, mert egyébként most hétvégén érkezik hozzánk a, a menedzser csapat Dél-Koreából, és ők most már itt fognak lakni, és gyakorlatilag itt fognak dolgozni a következő három-négy évben. Kovács Ferenc hozzátette, a gyár működése jelentős adóbevételt jelenthet a városnak. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, ennél is fontosabb, hogy a cég modern munkakörnyezetet és versenyképes béreket kínál, ami remélhetőleg visszacsábítja azokat a helyi szakképzett fiatalokat, akik az utóbbi időben a nyugati ország részben vagy külföldön próbáltak szerencsét.